mozgása az, ami a vezérfonal. Tehát én abból indulok ki, abból, az a kapcsolatban vannak megérzéseim, vízióim, fantáziáim, gondolataim, és oda térek vissza. Kezdjük el keresni a többiek szívdobogását. A mozgásukban érintett emberek voltak azok, akik így inspirálták azt, hogy én elkezdjek ebben gondolkodni, tekintve, hogy ugye pantomimesként, táncosként, gyerekkoromban, művészi tornászként, tehát hogy mindig egy ilyen mozgós ember. Tehát nekem a mozgás az mindig az volt az, ami meghatározta azt, hogy én mit csinálok, hogy hogy gondolkozok a dolgokról, az mindig a mozgásból indult ki. És aztán persze az mindig táncán nem esedett. Az én értelmezésemben a tánc az mindig egy ilyen nagyon komplex, egy felemelt, egy sublimált dolog. Tehát, hogy mindenképpen a gyógyítás, vagy a regeneráció része ennek a dolognak az a mozgáshoz kapcsolódik nekem. Ha úgy érzed, hogy mindent kipróbáltál, ami most adódik, és találtál magadnak valami jó kis fix helyet, ha nem, akkor kereső kérlek. Picit nagyobb levegőt venni, és egy picit súlyosabban kiengedni. Meglepetés, hogy itt vagy te is. És lehet mind a kettőt, lehet hangosabbá tenni, meg tapinthatóvá is tenni. Nekem a test nem, elsősorban nem fizikalitás. Nyilván az is, de hogy elsősorban a tapasztalatok gyűjtőhelye, a változásoknak a terepe, a döntések mentén, tehát tudatos döntések mentén létrehozandó változtatásoknak a terepe. Tehát azt gondolom, hogyha egy alkotó munkában, egy művészeti terápiás munkában dolgozunk, és mondjuk nem saját élmény munkában vagyunk benne, akkor is a saját traumáinkon dolgozunk. Tehát amikor én dolgozom a fogyatékos emberekkel, tanítok, mondjuk, tehát mondjuk nem darabot csinálok, hanem tanítok, akkor is a saját, tehát én akkor is a saját sérülésemen dolgozom. Biztonságban vagy itt a karomban. Nekem egyébként meggyőződésem, hogy főleg a fogyatékos embereknél hát egyszerűen lehetetlen egy bizonyos szinten túl megtanítani valamit. Tehát, hogy csak akkor tudom megtanítani, hogyha valamiféle mintát vagy példát lát. Tehát én hiába mondom neki, hogy ezt meg azt így csinál, mert ez a feladat, hogyha nincs mögötte valami olyan megdolgozottság, vagy olyan tapasztalat, ami hitelességet ad az én szavamnak, mert az, hogy én valamit mondok, vagy kérek, az nem, annak nem csak az a szintje van, hogy elhangzik az információban az, hogy akkor mi az, amit kéne csinálni, ott van még mögötte egy csomó más, ami nem mondódik ki. Biztos ez személyiségfüggő is, hogy ki milyen mélységben, vagy ki milyen mértékig szeret, tud, vagy akar belemenni dolgokba. De az is biztos, hogy tényleg például a sérüléseknek, vagy ezeknek a feszítéseknek van egy olyan szintje, a fogyatékosságoknak is van egy olyan szintje,
amikor olyan nagyon súlyos, olyan sok a korlát, és olyan kevés a tér, ahol mondjuk egy fogyatékos ember meg tud nyilvánulni, vagy egyáltalán csak az életét valahogy ilyen emberhez méltó módon élheti. Tehát tényleg vannak nagyon súlyos állapotok, és azt gondolom, hogy segítő szakemberként ezekben a helyzetekben benne lenni nagyon embertróbáló és nagyon nehéz. Azt szeretném, hogyha ezzel az ernyővel csinálnál egy táncot. Segítsetek létrejönni ezt a táncot, hogy a Móninak meg az ernyővel, a Cipinak meg ezzel a frakkal úgy kreálódjon meg ez a tánc, jó? Aki ezt bírja szakemberként, gyógypedagógusként, terapeutaként, tök mindegy, azt gondolom, az, akinek van ehhez valami köze. És ez például ilyen módon a kiégéstől is nagyon-nagyon megvéd, mert ezekkel nagyon meg kell birkózni, meg nagyon meg kell küzdeni ezekkel a helyzetekkel. Ezeket nagyon meg kell belül forgatni, és nagyon megpróbálják az embernek a mindenféle tűrőképességét, meg a határait. És tényleg van egy szint, ahol azt gondolom, hogy csak ahhoz a mély, alkotó, kreatív maghoz lenyúlni, az az egyetlen érdemi lehetőség. Tehát lehet így kipótolgatni, most nem azt mondom, hogy súlyosan fogyatékos emberekkel csak művészetterápiát érdemes csinálni, mert ez nem igaz, mert nyilván van nagyon sokféle olyan tevékenység, ahol ilyen kisebb-nagyobb, nagyon jelentős segítségeket lehet nyújtani, de azt gondolom, hogy hosszú távon és érdemben ehhez a kreatív mély maghoz érdemes lenyúlni, vagy ez az egyetlen lehetőség marad. Tehát olyan csodákat lehet találni. Tehát, hogy én azt elég régóta azt gondolom, hogy ez a 15, több mint 15 év, az azért elég, olyan értelemben soknak számít, hogy elég intenzíven benne voltam ezekbe a dolgokba, és úgy érzem, hogy elég intenzíven vertem a falat, megütöttem a kaput, hogy valami kell, hogy legyen, amivel tényleg érdemben más lesz, jobb lesz, szebb lesz, értelmes lesz ez az az élet, amit ezek az emberek élnek. Tehát, hogy tényleg van olyan ember ugye a csoportban, vagy azok között, akikkel dolgoztam, akinek ugye nincsen szava, igen és nem jellel kommunikál mondjuk egy nagyon kevés mozgással, egy fekvő, ilyen fekvőkocsi, tehát fekvő kerekesszékben. És ilyenkor én is azt gondolnám, hogy elsőbbikre, hogy ugye egy csomó minden elveszett, tehát hogy nincs. Le kell róla mondani, a veszteség, ami egyébként tényleg így van, elképesztően nagy, és hogy végleges. De hogy közben meg ebben a munkában meg olyan csodák derülnek ki még ebben a nagyon korlátozott helyzetben is, hogy én például
Én például azért akarok, meg szeretek ezekkel az emberekkel dolgozni, mert egy idő után már nem a korlátokkal szembesülünk, tehát már nem arról van szó, hogy ez se lehet, meg az se lehet, és hogy ez milyen szomorú, és mennyire kell gyászolni, és milyen hosszan tartó a gyászmunka, hanem egy idő után már arról van szó, hogy minden egyes alkalom egy izgalom, hogy tehát olyan dolgok történnek, amire az ember nem számítana. Pedig már ismerem is őket hosszabb ideje, és tudom, hogy milyen humora van, hogy ki tudja fejezni a humorát azzal az igen, meg a nem jellel, meg hogy ezt még a hallgatóknak is igazából meg lehet mutatni, mert valahogy úgy lehet a szituációt kerekíteni, persze ez kell mindenfajta tapasztalat, meg metodika, meg nem tudom én, egy jó didaktikus érzék, hogy akkor mikor, miből, mennyit, melyik hallgatónak, melyik csoport mit visel el, de közben, tehát lehet, hogy ez egy nagyon önző dolognak tűnik, de én egyébként élvezem. És lehet, hogyha nem élvezem, akkor nem is fogom tovább csinálni. Mert hogy pont azért, mert hogy még mindig akkora, még mindig olyan csodák történnek, hogy mik kerülnek elő ezekből az emberekből. És ez azt gondolom, hogy ez engem átment azon a fajta elkeseredésen, meg gyászon, meg azoknak a súlyoknak a cipelésén, ami ezzel jár, ezeknek a terheknek a cipelésén. Szóval ilyen módon ez egy kiégés ellen. Akkor is alkotó folyamat van, amikor nem készülünk előadásra. Egyébként művészetterápiában nem szokás, tehát ugye nem szokták a produktumot kitenni színpadra, mert külön választódik, tehát a terápiás zártság, a terápiás keretezettség az nem teszi lehetővé, hogy... Tehát ugye nem színészekről, meg táncosokról, meg énekesekről van szó, hanem a saját maga színpadára áll mindenki olyankor, amikor egy ilyen folyamatba kezd. De hogy azért használjuk ezt ugyanazokat a terminus technikusokat, mert hogy ugyanúgy egy alkotó munka van, akkor is, ha nem akarok. Tehát az önmagunk megalkotása van akkor is, amikor nem akarok színpadra menni. Az, hogy a fogyatékos emberek esetében egy ténylegesen vannak színpadra alkotások, tehát megmutatkozások. Az sincs olyan nagyon távol egyébként magától a terápiás folyamattól, azért nincs távol, mert azért egy kicsit itt adaptálni kell ezt a szemléletet, méghozzá azért, mert a mai szociokulturális közegben az a helyzet, hogy a fogyatékos emberek különböző társadalmakban különböző féleképpen vannak jelen a közösségi terekben, illetve a köztudatban. Tehát a súlyos halmozottan fogyatékos emberek gyakorlatilag nincsenek jelen. Tehát addig, amíg nem tudnak az utcán önállóan közlekedni, vagy csak ilyen vagy nehézségek árán, tehát amíg arról szól az életünk, és mondjuk egy előadásnak a kivitelezése is sokkal inkább szól arról, hogy hogy fogok oda eljutni, be tudok-e menni, ki tudok-e jönni az öltözőbe, bejutok-e, van-e WC, mint arról, hogy én most ott valamit elő fogok adni. Tehát, hogy sokkal könnyebb elkészíteni, sokkal akadálymentesebb elkészíteni magát az előadást, mint utána azt realizálni. Tehát addig, amíg ez a helyzet, addig egy picit másképpen nézünk arra, hogy valóban előadunk, tehát, hogy valóban történnek ilyen nyilvánosság számára történő megmutatkozások. Így lesz, ez egy külön felület lesz. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos felület lesz, mert hogy nagyon-nagyon fontos ugye
a visszajelzés, tehát az, hogy ránk néznek, egyáltalán csak, hogy észrevesznek, ránk néznek, szembesülnek, valami véleményt formálnak, és ugye ez oda-vissza történik, tehát jön és megy. Tehát ez az interakció, tehát ez a színháznak a lényege, ugye a színház az egy, az én értelmezésemben az egy, ezt nem én találtam ki, csak én szeretem ezt, hogy ez egy mentálhigiénés felület. Csodálom! Hogy értem? Én nem mondom meg, hogy mit szeretnék látni, vagy mit csinál. Van persze egy vízióm, ami a közös tapasztalatokból, meg a közös élményekből adódik, de az, hogyha van egy ötletem, akkor ez általában az csak egy keret, vagy egy kiinduló pont. És együtt bányászunk. Tehát együtt bányászunk, mert pontosan abból a mély kreatív belső énből jön. Mindenkinek kreatív a belső énje. Most az, hogy egy kerekesszékben fekszik, és a lábát tudja csak fölemelni, meg a fejét tudja oldalra fordítani, attól még ugyanolyan mély kreatív belső énje van. Az, hogy nem tudja kifejezni, vagy akadályozott a kifejezés, az egy dolog. Na de hát attól még az ott bent van, és nekem inkább az a feladatom, hogy ezt hogyan tudom kibányászni, hogyan tudok olyan körülményeket teremteni, olyan keretet teremteni, hogy ez valahogy meg tudjon jelenni, és hogy ez üzenetértékűvé váljon. Az én feladatom az inkább egy ilyen csatorna teremtés, és nem pedig annak a megmondása, hogy ki mit csináljon és hogy legyen jelen. És így érnek engem is meglepetések, és ettől lesz mindig nagyon izgalmas a munka. Hogy sose tudom, hogy mi fog aktuálisan megjelenni. Hát vannak persze sejtéseim, csak itt mindig revelatívabbak, amikor megjelenik valami, mert az ember hajlamos mindig kevesebbet gondolni.